A zebra már okos, de mi van a közlekedőkkel? Működik az öt modernizált gyalogátkelőhely, a figyelem viszont így sem árt. Ezüstös óriás! Megérkezett a város karácsonyfája az Erzsébet térre. Merj nagyot álmodni! Cégek és civilek felajánlásaival tenni szebbé a rászoruló gyermekek ünnepét a család segítő. Jó estét kívánok, Vuk, Anita vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója december 1-én pénteken. Jönnek a részletek! Az okos zebráknak és a térfigyelő kameráknak köszönhetően a Balaton utca lehet Kanizsa legbiztonságosabb útszakasza. Fogalmazott Bodó László az éve önkormányzati képviselője. A modernizált gyalog helyekkel kapcsolatban pozitívak a lakossági visszajelzések, ezért várhatóan a jövőben, újabb helyszíneken is találkozhatnak ilyen fejlesztéssel a közlekedők. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, öt okozzebrát alakítottak ki a Balaton és a Teleki utcában. Ezek a ledizzókkal ellátott gyalog átkelőhelyek a biztonságos közlekedés szolgálják. Sokáig készen, mégis működéstelenül álltak, hiszen az átadást csak november 23-án tartották. Bodó László sem a késlekedés okáról, sem az átadásról nem tájékoztatta a polgármester. Az önkormányzati képviselő szerint ez már a részletkérdésé vált, hiszen a lényeg az, hogy a fejlesztés segítse a közlekedést, de az első tapasztalatok alapján sokaknak még szoknia kell az újdonságot. Megszokásból vezetnek az autósok, illetve a gyalogosok is megszokásból közlekednek. Mivel nagyon friss ez a közlekedési rendszer még, mindenkinek szokni tanulni kell, de szeretném felhívni az autósok figyelmét, hogy ne megszokásból vezessenek, figyeljék a a sárga csíkokat, illetve a, a zebrán elhelyezett lecsorokat. Ö, komoly baleseteket ö, tudnak ö, megelőzni ezáltal. Kell még egy kis ö, idő minden a gyalogosoknak, illetve az autósoknak is, hogy ezt a közlekedési rendszert megszokják, de pozitív a visszajelzés. Hiába van azonban okoz zebra, ha a sofőrök figyelmetlenül vezetnek. Stábunk forgatásakor is volt arra példa, hogy még a lett sem adta meg az autós az elsőbséget a zebra előtt várakozó gyalogosnak. Német Árpád szerint a fényjelzés sokat segíthet az esti rossz látási viszonyok között, főként egy teljesen sötét ruhába öltözött gyalogos esetén. Szerintem azért jobban észre lehet venni, mert amikor a gyalogos lelép, akkor villognak a fények, és akkor az ember, ha sötét ruhában a gyalogos, akkor is jobban észreveszik szerintem. Valamit jelent. De hát figyelni kell. a Tamás is örült a fejlesztésnek, habár a Teleki utcán így is többször tapasztalta, hogy az autósok nem adják meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Ő úgy véli, legfőbb probléma az emberek tájékozatlansága, hiszen sokan nincsenek tisztában azzal, mit jeleznek a villogó fények. A hiába okos az ebra, hogyha vezető nem, mert én is például itt az előbb éppenséggel jöttem, jött egy úri pedig már itt álltam az ebránál, de hát szépen elment. Tehát jó, mert hogyha azt mondom, hogy ha úgy vagyok, hogy egyedül vagyok, akkor úgy elmerde volt olyan is, hogy többen voltunk az ebrán, és akkor is elment. Tehát egy jó kezdeményezésnek tartom mondjuk annyira az a baj, hogy az zebrák is, amikor ezek ismertetve vannak, hogy oké, okay, hogy zebra, de én is például annyira nem is néztem utána, majd utána nézek, hogy ez tulajdonképpen, hogy mit akar hogy itt is látom, ugye vannak fönt ilyen kamerák, és igazság szerint az jó dolog, hogy van egy lámpa is, főleg így tettek lámpát, mert sok az a baj, hogy ha én is, ugye, amikor ugye vezetek, megközétem a gyalogátkelőhelyet, akkor nem látom például, hogyha rossz a világítás, hogy van-e valaki esetleg áll -e a gyalogátkelő helyén. Podó László azt is elmondta, a rendőrség és a viakon is a segítségével igyekeznek felmérni a lakosság igényeket. Ha lesz rá szükség, és a városi költségvetés is megengedi, bővíteni fogják az okozzebrák számát. Elkészült a Megyaszai Ház klímagép rekonstrukciója. A projekt szerepelt az 588 milliós fejlesztési listán. Összköltsége 25 millió forint volt. A kivitelező az állványzatot elbontotta, így az intézmény körül ismét megnyíltak a parkolók. Az iskolák közelsége okán évek óta számos problémát vett fel az autósok viselkedése. A létesítmény vezetése szerint etéren jobb is volt, hogy néhány helyet le kellett zárnia a munka alatt. Csütörtökön tartották a szakmai átadást. A kivitelezőnek már csak néhány szépészeti beavatkozása van hátra. A korábbi klímát a 2006-os felújításkor szerelték be ami a folyamatos javítások után tavaly nyáron teljesen megadta magát, így fontos pillanatban jött a mostani rekonstrukció lehetősége. Az új hőszivattyús gép akár fűtésre is alkalmas lehet, de ahhoz jelentős átalakításokat kéne eszközölni a megyasszai házban. A kivitelező Kanizsabau képviselőjétől azt az információt kaptuk, hogy az autósok türelemmel fogadták a munkát, Ugyanakkor szerkesztőségünket többen keresték az elmúlt hetekben, hogy mikor zárul le végre a projekt. Nekik jó hír lehet, hogy már megnyílt a teljes parkoló. A megyasszai ház illetékesei viszont többször jelezték az éppen aktuális városvezetés számára, hogy valamit lépni kellene a parkolási helyzet kapcsán, hiszen jó pár esetben előfordult, hogy az érkező művészek nem tudtak leállni és kipakolni, de arra is volt precedens, hogy a lépcsőről lelépő vendéget elsodorta egy ott elhaladó kocsi. Felállították a város karácsonyfáját, csütörtökön délután az Erzsébet téren a Via Kanizsa munkatársai. Az ezüstfenyő csak nem 9 méter magas, és Szécsi András Palini lakos felajánlásából került a város főterére. Az elmúlt évben egy kolorádói fenyő volt a város főterének dísze, Idén azonban a hazánkban elterjedtebbnek számító fajképviselőjét hozták a főtérre a Viakanizsa munkatársai. A cég csak nem 20 éve gondoskodik a karácsony szimbólumának felállításáról. A díszítés, ami az a fa magassága miatt kosaros autóra is szükség volt, még nincs teljesen kész, de a fa igazi pompájában január közepéig biztosan megtekinthető lesz. A díszek egy részét szintén a VIA egyik munkatársa készítette kézműves technikával. A fa Erzsébet térre kerülését komoly munkafolyamat előzte meg. Ennek a fának a kivágása, daruzása és az ide szállítása nem kis feladatot jelentett társaságunknak, mert egy közművekkel vastagon beszőtt területről kellett kidarúzni, ezért az áramszolgáltató és egy, egy távközlési cég munkatársainak segítségét is kellett kérnünk ahhoz, hogy áramtalanítással és bizonyos vezetékek lekötésével tudjunk hozzáférni a fához. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Merj nagyot álmodni! Cégek és civilek felajánlásaival tenni szebbé a rászoruló gyermekek ünnepét a család segítő. A versek mestere. Országos díjat nyert Horváth István, Radnóti díjas előadó. Író, olvasó találkozott tartott Réti László csütörtök este a Halis István városi könyvtárban. A szerző már 17 könyvel jeleskedhet, kedvenc témája a bűnügyi történetek. Az eseményen a szerzeményeivel kapcsolatban konzultálhattak a krimi rajongók. 30 éves korában hobbiként talált rá az írásra Réti László, ami már hosszú évek óta a szenvedélyévé vált. Az írás terén önzőnek tartja magát, hiszen mindig olyan történetekkel áll elő, amit ő is szívesen olvasna. Legfőképp a krimi műfajban mozog, aminek egyre népesebb a rajongótábor a hazánkban. A csütörtöki találkozón nem csak a már bemutatott, de közeljövőben megjelenő könyveiről is hallhatott a közönség. Most már a jövő kettővel együtt 19 könyvem lesz, tehát 17 az jelen pillanatban is már elkészült. Ebből most 5 vagy 6-ot válogattam össze, amit éppen össze tudtam szedni. Erről tudunk egy kicsit majd beszélgetni az olvasókkal, persze a többit is érintve, illetőleg a könyveknek a témáját egy kicsit kivesézve. Benke Dániel, a Halis István városi könyvtár könyvtárosa elmondta, Korábban már volt kapcsolatok az íróval, hiszen a Halis Podcast egyik vendégeként hívták beszélgetésre a bűnügyi regények műfajai sajátosságairól. A tapasztalatok alapján a kanizsaiak körében is nagyon népszerűek a krimi történetek. Ami a kölcsönzések számából is jól látszik. Most, amikor meghirdettük, hogy eljön hozzánk, akkor az összes könyvet kikölcsönözték a, a könyvtárból, úgyhogy még dedikáltatni sem tudjuk a könyvtári példányokat, mert mindegyik kölcsönzésben van. De alapból is elmondhatom, hogy a krimi vagy a bűnügyi irodalomnak a, a műfaja nagyon népszerű, hiszen ezek olyan ö, történetek, amiket az emberek inkább szívesebben olvasnak, mint hogy átélnének. Ö, szórakoztatóak, Csavaros a történet, mindig történik valami izgalmas, van benne egy jó nyomozó, egy megoldandó ügy, úgyhogy mondhatom azt, hogy a kanizsai olvasók is miért szertik ezt a műfajt. Legközelebb, januárban lesz hasonló találkozó a városi könyvtárban, akkor gyerekírók várják majd az olvasóikat. Fődíjat nyert Horváth István a Pintér Tibor emlékére rendezett 11. országos vers és prózamondó versenyen. A Radnóti díjas előadó unokájával közösen vett részt a Veszprémi megmérettetésen. Ha nem szóra, van szükség kardra, ahogy magyarnak, a magyarra, az Isten is. Úgy akarja a néhai népművelő rendezőről elnevezett verseny, amit két évente rendeznek meg, az egyik legnívósabbnak számít az országban. Horváth István unokáját a körösi Iskola nevezte be a megmérettetésre, és a Radnóti díjas versmondó is az indulás mellett döntött. Az eseményen Gyurkovics Tibor forradalmár, valamint Szőcs Géza születésnapomra című művének elszavalásával érdemelte ki az első díjat. Az egyiket választottam én, a másikat a zsűri, a második fordulóba, és egybe zavarták le a versenyt úgy, hogy háromnegyed tíz körül elkezdtünk verset mondani, és negyed háromkor végeztünk. Úgyhogy volt közben egy perces szünet. És akkor mentünk el ebédelni, és ebéd után volt az eredményhirdetés. Hát ö, ö, voltak gondjaik, már a helyezéseket illetően, mert azért volt egy csomó nagyon tehetséges gyerek az ifjúsági kategóriába. Horváth István stábunknak elmondta, az elmúlt években egyre kevesebb lett a versmondó verseny hazánkban, ennek elsősorban anyagi okai vannak, mivel jelentkezők akadnának az iskolások közül is. A kevés lehetőség miatt nehezen tudnak fejlődni a fiatalok, ráadásul ilyenkor kaphatnának olyan tanácsokat, amelyektől még jobbak lehetnének. Itt ezen a versenyen korrektek voltak, a zsűr is nagyon korrekt volt egyébként. Most nem azért, mert engem hoztak ki elsőnek, hanem minden gyerekkel beszélgettek. Mindenkinek mondtak valamit a verseny után, hogy miből okuljon hogy halk voltál, hogy siettél. Horváth István hozzátette, a nevezésével együtt járt, hogy elvállalta az érdeklődő kövös is diákok oktatását is a versmondásra. Az egyik győzelmet érő szavalatát meghallgathatják mai kommentár nélkül című műsorunkban. Az Egészséges Élet Feltételei címmel tart előadást Csicsor János kémikus kutató hétfőn a Halis István Városi Könyvtárban. A programot a Meridian Tornaklub szervezi, akik már nem először invitálják a kanizsaiakat egészségügyel kapcsolatos előadásra. A Nagy Kanizsai Meridian Tornaklub tagjai évek óta rendszeres vendégei a Városi Könyvtárnak, hetente háromszor tartanak közös programot. Több alkalommal hívtak már előadókat is, hogy színesebbé tegyék a közösségük életét. A hétfői program kapcsán Bolf László megjegyezte, magáról az életről lesz szó. Közel tíz éves Meridian a Bunk szervezésében, hétfőn nagyon nagy szeretettel várjuk dr. Csicsor János, kutató, feltaláló, tudós embert. Az ő gyakorlatilag az élet alapvető feltételeiről szól, ami gyakorlatilag minden embert érint, evés, ivás, alvás, mozgás, légzés, hallás, látás, szaglás, tapintás, szexualitás és tisztálkodás. Ez minden embertársunkat érint, tehát mindenkit érdekelhet. Bolf László régóta ismeri Csicsor Jánost. A tornaklub vezetője úgy gondolta, a 2018-ban az év szakembere díjjal elismert kutató gondolatai sokat segíthetnek a kanizsai közönségnek a kapcsolat onnét jött, hogy a doktor úrnak sáska szálai vannak. Az, hogy, tehát van benne egy kevés sáska vérvonal, és az az kiskanizsai vérvonal, és akkor gyakorlatilag mi már nagyon régóta ismerjük egymást, és így jött a, a, az ötlet, mivel ismerem a munkásságát, és az nagyon hasznos, hála Istennek, tehát azokkal a területekkel foglalkozik, a bél, ér és a vér területén foglalkozik, az emberi létben, léten belül, és ott nagyon sokat készítményeivel, tanácsadásával rendkívül sok embernek tudott eddig segíteni, és reméljük, hogy még fog segíteni is. Az előadás december 4-én lesz a Városi Bibliotékában 17 órakor. Előtte egy órával, Meridian Tornával is várják az érdeklődőket. Merj nagyot álmodni címmel indított jótékonysági kezdeményezést a Nagykanizsai Kanizsai Család és Gyermekjóléti Központ. A program során 25 rászoruló gyermek karácsonyi kívánságát szeretnék valóra váltani civilek és szervezetek segítségével. A kezdeményezésben 25 gyerek szerepel, akiket egy adventi kalendáriumból választhatnak ki a támogatók a programmal azoknak a családoknak nyújtanak segítséget, ahol enélkül nem kerülhetne ajándék a fa alá. Mészáros Adrián intézményvezető elmondta, az adományozók mindegyike egy-egy gyereket támogathat a neme és az életkora alapján, kérés esetén pedig maga a szponzor is anonim maradhat pontosan látjuk a, a mindennapi munkánk során, hogy nagyon sok olyan, olyan család, nagyon sok olyan kisgyermek él a városba, akiknek a, a karácsony nehézséget jelent, az ajándékozás problémát okoz. Viszont én úgy gondolom, hogy minden gyermeknek megjár a karácsonyi álom valóra váltása, és ezáltal több gyermeket tudunk bevonni, és most nem, úgy gondoltuk, hogy nem vállalkozókat keresünk meg, hanem így folyamatosan így az ünnepek előtt jönnek a, a megkeresések az intézményünk felé, hogy valakit szívesen támogatnának, Valakinek segítenének, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt valamilyen, valamilyen program keretébe akkor sűrítsük bele. A rászoruló gyerekeket a köznevelési intézmények pedagógusainak segítségével választották ki, majd a részvételükhöz minden esetben a szülők beleegyezését kérték. Mészáros Adrián hozzátette, a támogatás akár baráti társaságok összefogásával is megvalósulhat. Itt a legapróbb, tehát a könyv ajándékoktól a ruha, a valaki telefon tabletet szeretne, mert hogy nem tud kapcsolódni azokhoz a közösségekhez, amelyben ő éli a mindennapjait, mert neki még soha nem volt okostelefonja. Úgyhogy játék, legó, úgyhogy nagyon kreatív készletek, művészethez kapcsolható dolgok. Úgyhogy minden gyermeknek sajátságos igényei vannak, de én úgy gondolom, hogy mindegyik maximálisan teljesíthető. Mivel az ajándékokra szállható nincs korlátozva, így akár egy apróság megvásárlása is szebbé teheti valaki karácsonyát. A kezdeményezésre jelentkezni az intézmény közösségi oldalán lehet. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. A zebra már okos, de mi van a közlekedőkkel? Működik az öt modernizált gyalogátkelőhely, a figyelem viszont így sem árt. Ezüstös óriás, Megérkezett a város karácsonyfája az Erzsébet térre. Merj nagyot álmodni! Cégek és civilek felajánlásaival tenni szebbé a rászoruló gyermekek ünnepét a család segítő. Ez volt a Kanizsa TV híradója december 1-én pénteken. Híreinket megtalálják hollapunkon a kanizsamediaház.hu oldalon. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön a kibeszélő extra Tar Mihályjal. Köszönöm a figyelmet, további szép estét és jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!